Mítoszok és valóság az immunitásról. A cím sokat elárul arról, hogy miről is fog szólni a mai webkonferencia. Mit kell tudnunk ahhoz, hogy megértsük a germánygyógytudomány szemszögéből, hogy mi a mítosz és mi a valóság. Erről ma este is a kedvenc előadó fog önöknek egy nagyon részletes előadást tartani, aki nem más, mint dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász és germánygyógytudomány terapeuta. Különösen azért is ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt az előadást, mert egy praktizáló, 28 évig praktizáló házi orvosról van szó, aki azért rengeteg betegemberrel találkozott a praxisa alatt, és miután megismerte a germánygyógytudományt, azután úgy döntött, hogy egy olyan módon közelíti meg a betegség, egészség a mérföldkövét, amelyet dr. Rikegert Hammer fedezett fel. Nagyon tetszik az is ebben az előadásban, és bocsánat, hogy még mindig nem tudom átadni a szót, és nőiesen kutyogok, hogy hogyan látja az immunitást egy orvos, hogyan látja az immunitást egy természetgyógyász, hogyan látja az immunitást egy germánygyógytudomány terapeuta. Kareszt? Igen, ez egy igen érdekes felvetés, mert mondhatni mind a három én vagyok itt egy személyben, három az egyben, úgyhogy ebből a megközelítésből is érdekes lesz a mai előadás, és hát be kell ismerjem, így becsület pionír szavamra, hogy azért az immunitás kérdése sokáig foglalkoztatott engem, hogy vajon mindaz, amit tanultunk, és fantasztikusan logikusnak tűnő rendszerként ismertünk meg immunitást, oltásokat és egyéb dolgokat, hogy az miről szól? Mert Hammer doktor szögesen más véleménnyel van erről az egészről, és azzal, ha azt mondom, hogy ez így nem igaz, az még nem fog senkit se, hogy mondjam, kielégíteni, mert érdekli, hogy miért nem. És úgy gondolom, hogy nem csak az orvosokat érdekli ez a téma, hanem a laikusokat is, mert nagyon sok olyan tudásunk van, amit hát mondjam úgy, hogy igaznak hiszünk, mert az egész nagyon logikus. És ha logikus, akkor az úgy van. No, ez csak bevezető gondolat volt. Nézzük, mit mond Hammer doktor erről az egész rendszerről, de hát ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen más vélemény az, ami az eddigi tudásunkat, mondjam azt, hogy megkérdőjelezi, ahhoz meg kell ismerjük a germán gyógytudomány 5 természet törvényét, most tényleg nagyon röviden. Szóval, akinek, hogy mondjam, hiányérzete akad az 5 természet törvény ismertetése után, annak szíves figyelmébe ajánlom, hogy a weblapon mind előadásban, mint pedig webkonferencia anyagban részletesen az 5 természettörvényről lehet hallani. Hammer doktor személyéről is mostantól kezdve 3 órát tudnék beszélni, de röviden, tömören csak annyit szeretnék mindenképpen kiemelni, mint minden webkonferencián, hogy egy fantasztikus, feltaláló orvosról beszélünk, aki nem csak orvos, hanem fizikus, teológus is, és a találmányai után jogdíjakat kap természetesen, és a jogdíjak már biztosították számára és családja számára a megélhetést. Felesége szintén orvosként dolgozott Hammer doktorral, kezdetben közös praxisban dolgoztak, és az életük nagyon szépen indult, már 4 gyerekük volt, amikor 1976-ban ők kivándorolnak Olaszországba, hogy ne a pénzért való gyógyítást gyakorolják, hanem a Nápolyban élő szegény embereken tudjanak segíteni, hiszen a jogdíjakból ők már megéltek. Hammer doktor életében és az egész család életében 1978. augusztus 18-án hajnali 3 órakor változott meg minden, amikor is az ő 19 éves fiát, Dirk Hammer, a savoyai herceg, hát erősen ittas állapotban 2 lövéssel a
halálosan megsebesíti. A fia alszik egy csónakban, egy kikötőben, Kálaló szigetén, és álmában kapja a két lövést, és innentől kezdődik az a 111 napos kálvária és küzdelem, ami Hammer doktor életében egy elképesztő teljesítmény volt, hiszen éjjel-nappal a fia mellett ült, és próbált mindent megtenni, hogy megmentse a fia életét. 19 műtéten ment át a 19 éves fiú, de ennek ellenére szintén ugyanabban az évben, 78. december 7-én ez a fiú meghal az apja karjai között. Nos, azt gondolom, hogy egy szülő számára ennél nagyobb tragédia nem létezhet, és erre a súlyos érzelmi megrázkódtatásra meg is jött a biológiai válasz, Hammer doktornak here daganata lett, és az akkori tudásával a műtétbe belemente kemo és terápiát, kemo és sugárkezelést, mint terápiát nem vett igénybe. Mindenki azt hitte, hogy most már majd az apja is utána hal a gyermeke után, de nagy tévedés történt, az apa teljesen felépült, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami kapcsolat a fia elvesztése, halála és az ő heredaganata között, és ezt kezdte kutatni egy ráklinikán, ahol éppen belgyógyászorvosként dolgozott. És mit ad Isten? Rájön arra, hogy minden, de minden daganatos betegnél, kivétel nélkül, a daganat megjelenése előtt történt egy nagyon váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás, ami gyakorlatilag egy félelem. És mivel ezt magányosan érték meg, és benne maradtak sokáig a konfliktusban a betegek, ezért alakult ki a daganat. Ugyanígy alakult ki Hammer doktornál is, és ez a felismerés vezette el Hammer doktort ahhoz, hogy bejelentse 1981-ben a rák vastörvényét, még akkor nem tudta, hogy ez az első biológiai természettörvény. Ezután még további négy törvényt fedez fel, és az első természettörvény, a rák vastörvénye tartalmazza a DHS kritériumait, ami Dirk-Hammer szindróma rövidítése, vagyis a fiáról Dirk-Hammerről nevezte el azokat a feltételeket, amelyeknek jelen kell lenniük ahhoz, hogy egy betegség elinduljon a szervezetünkben. A lényeg az, hogy mindig egy érzelmi megrázkódtatásról van szó, tehát ami váratlan, hirtelen, meglepetésszerűen történik velünk akármikor, és ez egy nagyon súlyos történet. Nos, ilyen mindenkivel elő fog még fordulni a következő napokban, hetekben, hónapokban is, de a kérdés csak az, hogy mennyire élem én ezt meg magányosan, és meddig maradok benne a konfliktusban. Nos, ez a tényező fogja eldönteni, hogy ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével milyen súlyos szervi elváltozást fog elindítani. Viszont ha lezárjuk a napjainkat békével, akkor itt van már is a megoldás, akkor ezt az egész folyamatot leállíthatjuk, ma este is leállíthatjuk, ha valami ért minket váratlanul, és még mindig azon kattog az agyunk, akkor ha ezt békével lezárjuk, empátiával, megbocsátással, megértéssel elengedjük, nos akkor kérem szépen nem lesz ennek komoly szervi következménye. Ez az egész történet egy biológiai konfliktust okoz a szervezetünkben, ne feledjük el, és egy biológiai válasz lesz a következménye. Ezt a biológiai választ értelmes biológiai különprogramnak nevezte el Hammer doktor. Itt a sor alján az EBK, ennek a rövidítése. Mert értelmes, mert mindig a túlélésünkről szól, egy biológiai konfliktus, mert az élő szervezetünkben történik, és egy külön program, ami különben nem indul el. Unalmában senki nem fog megbetegedni, de ha benne ragadok a konfliktusban, akkor teljesen bizonyos, hogy a szervi elváltozás az megjelenik a szervezetünkben. Egy lényeges kérdés még a sinek kérdése, vagyis azoknak a körülményeknek a rögzítése, amelyek a konfliktus pillanatában jelen voltak. Ezek azért szükségesek, hogy rögzüljenek, hogyha legközelebb hasonló körülmények közé kerülünk, akkor a már meglévő program rögtön elinduljon. Tehát nem kell még egyszer
újabb konfliktust megélnünk ahhoz, hogy a program a sínek jelenléte miatt újra végigfusson. Na ez lesz az a körülmény, ami biztosítja számunkra a betegségek visszatérését, recidiváit, vagy éppenséggel, hogy nem tudjuk megoldani, vagy az állandó gyulladásos tüneteket. Erre még majd külön visszatérek. Viszont, ha érzelmileg oldom fel ma is azt, amit érzelmileg éltem meg, akkor a konfliktus pillanatában rögzített összes sín eltűnik, és innentől nem a sínekkel kell foglalkozzak, nem azt kell nézem, hogy mit kerüljek, hogy ne kerüljek sínre, hanem a programot kell érzelmileg lezárni ahhoz, hogy valóban ez az emlék és ez a rögzített körülmény végleg eltűnjön az életünkből. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, és ezért nem lehet senkit sem úgy meggyógyítani, hogy én leírom, hogy vele mi történt. Mert az, amit én a konfliktus pillanatában megéltem, az egyedül az én élményem. Azt csak én tudom elmondani. A történetről mindenki tud beszélni, és mindenki másképp is fogja elmondani, de az, hogy mi az én élményem ezzel kapcsolatosan, azt csak én fogom tudni elmondani. Nos, a lényeg az, hogy két szakaszban zajlik minden, de minden biológiai program, és ha ezt megértjük, hogy két szakaszban zajlanak a programok, akkor meg fogjuk azt is érteni, hogy éppenséggel ennek a biológiai, értelmes biológiai különprogramnak melyik szakaszában állok, vagyis hol áll az én gyógyulásom. Itt látjuk a vízszintes tengelyen az időtengelyt, és az első függőleges vonalon beírva azt, hogy DHS. Nos, kérem szépen, amikor benne ragadok a konfliktusba, akkor ez meghatározza, hogy ez a kék színnel besatírozott terület milyen nagy lesz, milyen hosszú és milyen magas. Tehát mennyi ideig és milyen erős érzelmekkel élem én meg azt a bizonyos történetet, amit a DHS pillanatában átéltem. Ez meg fogja határozni azt is, hogy a gyógyulási szakaszban milyen erősek lesznek a gyógyulási tüneteim. Ugyanis a konfliktus aktív szakaszban még nincsenek különleges tüneteim azon túl, hogy azt érzem, hogy teli vagyok feszültséggel, hogy stresszes az életem, hogy nem tudok nyugodtan aludni, vagy ha elalszom, felébredek, hogy emelkedik a vérnyomásom, pulzusszámom, nincs étvágyam és lefogyok. Amikor megoldódik a konfliktus, ez a KM a konfliktus megoldásának pillanatát jelenti, akkor a szervezetem átkapcsol a megoldási szakaszban, a konfliktus megoldása utáni szakaszba, és ennek, amint látjuk, három különálló része van, kettő piros és közte egy kék. Az első piros rész az exszudatív fázis, ami arra utal, hogy folyadék gyülem alakul ki a gyógyuló szövetek, szervek szintjén. Ez a folyadék gyülem nem csak a szövetek szintjén, hanem agyi szinten is megjelenik, és ez fejfájást okoz. A szövetek szintén gyulladásos tünetek jelentkeznek, amelyek, ha felszínen van a gyulladás, akkor a pirosságot fogjuk észlelni, fogjuk a duzzanatot, a fájdalmat, a meleget és a működés csökkenését észlelni. Ezek a gyulladás klasszikus tünetei. Nem maradunk örökké ebben a betegségnek nevezett fázisban, mert ugye ilyenkor futunk orvoshoz, hanem érkezik az epileptoid krízis, aminek a lényege és a biológiai jelentősége abban áll, hogy az agyi központból kipréselődik az a folyadékgyülem, ami eddig benne volt, tehát megszűnik a fejfájásunk, kipréselődik a folyadék a szervi szinten is, tehát több vizeletet üritek, mint amennyi folyadékot megittam, de ugyanakkor itt fogom a legintenzívebb tüneteket megélni, és itt általában azért orvost hívunk, vagy kórházba kerülünk, vagy egészen életveszélyes állapotba is kerülhetünk. Épp ezt akartam megkérdezni, és a múltkori webkonferencia, múlt heti webkonferencia során megmaradt bennem ez a kérdés, hogy majd ezen a héten megkérdezem, hogy nem lehetne esetleg valahogy úgy, hogy ez az epileptoid krízis, ez ne legyen, vagy egyáltalán miért van erre szükség, erre elmondtad a választ.
Hát azért van erre szükség, hogy az agyközpont helyreálljon természetesen, és az ebben átélt tünetek, azok csak attól függnek, hogy meddig ülök bent a konfliktusban. A ízületi fájdalmakkal folyó programokban itt az a jó hír, hogy eltűnik a fájdalom. Tehát van olyan program is, ahol itt éppenséggel megpihenhetek, de utána megint jön a fájdalmas rész, a hegesedési szakasz, amikor is megerősödnek azok a szövetek, amelyek itt az exudatív fázisban, úgy mondjam, hogy helyre rakódtak. Ezzel az epileptoid krízissel szemben gondolhatjuk azt, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy a gyógyulási szakasz első felén már túl vagyunk? Igen, annak pont a közepén vagyunk, ez mindig ott jelentkezik. És azért epileptoid a megnevezése, mert valós, epilepsziás, görcsroham is pontosan itt jelentkezik. Pontosan itt ismétli el az epilepsziás beteg azokat a mozdulatokat, amelyeket a DHS során megélt, tehát rövidített és gyorsított eljárásban végigjárja azokat a mozdulatokat, amelyeket akkor képtelen volt megtenni, vagy meg szeretett volna tenni, és ezek a mozdulatok a mozgással kapcsolatos konfliktusok során mindig ismétlődnek az epileptoid krízisben, lehet, hogy csak akaratlan izomrángások fognak fellépni, eszméletvesztés nélkül természetesen, de lehet, hogy grommal epilepsziáig megy el az egész történet. Most mondtál két olyan ijesztő dolgot, amit epileptoid krízisben lehet. Van olyan epileptoid krízis, ami mondjuk kicsit kellemesen vagy enyhébb tünetekkel jár? Mondtam, hogy a mozgásszervi betegségek, tehát csont, ízület, fájdalmai itt fognak megszűnni, és akkor a beteg azt hiszi, hogy na végre meggyógyultam, de utána jön még egy ugyanolyan szakasz, újabb fájdalom, ami megint csak letaglóza, mert extrém fáradtságot érez ezzel kapcsolatosan, és ez nem azért van, hogy bosszantson minket, csupán azért, hogy maradjunk nyugton, maradjunk vesztek, hogy a szervezetünk tudja visszaépíteni mindazt, amit lebontott akkor, amikor én egy önleértékelést beindítottam. A harmadik természettörvényben ismét itt látjuk Hammer doktornak a mondjuk úgy, hogy Hammeri iránytűjét, csak hogy fölötte színeket is látunk. Mégpedig azért, mert Hammer doktor tovább folytatta a kutatást, és kereste, hogy mi történik ezek alatt, a szakaszok alatt. És csak gondolkodjunk logikusan, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Tehát a túlélés érdekében vagy sejteket szaporítok a cél érdekében, akkor ezeket le fogom bontani a megoldást követő szakaszban, gyulladásos, fájdalmas folyamatokkal, természetes. Vagy a konfliktus aktív szakaszban sejteket sorvasztok a cél érdekében, és ezeket vissza fogom építeni a megoldási szakaszban, természetesen fájdalmak közepette. Vagy van a harmadik, amikor nem a sejtekkel, hanem a működéssel indítunk el egy túlélési programot, és mondjuk ilyenkor leszünk cukorbetegek, és a megoldásban helyreállítjuk a vércukorszintet, mert megszűnt az ellenszegülési konfliktusunk. Na de az, hogy ezek a történetek nem véletlenszerűek, hanem pontos rend szerint történnek, erre akkor jövünk rá, ha belenézünk az embriológiába. Vagyis csupán abba a vitathatatlan tudományba, amit minden orvos tanult, mi is mindannyian vizsgáztunk belőle, de állatorvosok, biológusok is tisztában vannak azzal, hogy a megtermékenyítés után az emlősöknél, az anyamében alakul ki a megszületendő gyermek, vagy éppenséggel valamilyen állatnak a kölyke, és ez alatt, az idő alatt alakul ki a megtermékenyített petesegyből minden sejtje, minden szövete, vagyis az egész szervezete. Na de ez a megtermékenyített petesejt ugye elkezd osztódni, lesz 2, lesz 4, lesz 8, lesz 16, 32, stb. Számú sejt, ezt még úgy hívjuk, hogy szedercsíra állapot. Ez beérkezik az anya mélybe, és a beágyazódás, az anyai mély nyálkahártyával való kapcsolatfelvétel előtt
átalakul ez a sok sejt három csira lemezé, és ennek a keresztmetszetét látjuk itt bal oldal, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, és a megfelelő nyilak azt is mutatják, hogy milyen szervek fognak kialakulni, persze természetesen csak szimbolikusan, és hogy ezeket a szerveket milyen idegi központok irányítják. Leszeretném szögezni, hogy ezek a kialakult sejtek nem változtatják meg a helyüket. Ezek nem fognak átalakulni, nem fog egy belső csiralemezből, innen a sárga mezőből, egy sejt gondolni egy nagyot, elbúcsúzik az agytörstől, majd bejelentkezik mondjuk itt fönt a fehér állománynál, és azt mondja, hogy én ezután csontsejtté szeretnék alakulni. Tehát ehhez kérem szépen hatalmas fantáziára van szükség, és ezek ilyen meseszerű dolgok, hogy elindul a sejt, és az indoklás, hogy miért szükséges még egy kemoterápia, mert még van biztos 10 sejt ottan a szövetek között, ami még mindig rákos. Mindannyiunkban vannak rákos sejtek, tessenek megnyugodni, mert vagy szövetet építek, vagy szövetet bontok, vagy működést változtatok. Kérdés az, hogy hány programot indítottam el. De mik azok, amik elindulnak? Itt van a sárga nyíl, mutatja a falat konfliktusokat, amit mindig az agytörzs irányít, erről külön webkonferenciát lehet megnézni. A falat nem csak a táplálékfalatot, hanem a víz, a levegő, a fény és a hang falatokat is jelenti a túlélésünk számára. Ez az 5 feltétel szükséges ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjunk. Ezeket a feltételeket, tehát vizet, levegőt és táplálékot visz magával az űrhajós is, hogy életben maradjon. Nos, a középső csiralemez, mezoderma, tehát középső csiralemeznek a sejtjei két irányban differenciálódnak, azaz fejlődnek. Vannak az ősi mezodermális sejtek, és vannak az új mezodermális sejtek. Az ősi mezodermális sejteket a kisagy fogja irányítani, és ezek a sejtjeink mindig a vélt vagy valós támadás során indulnak szaporodásnak, konfliktusaktív szakaszban, nyilván, hogy vastagítsák a megfelelő szöveteket, és akkor világos, hogy az írháról beszélek, mert az írha az, ami a legellenállóbb külső szövetem. Az írhának vannak még ugye járulékos mirigyei, mint a verejték és a fagyumirigy, tehát ezek is ide tartoznak, és mivel az emlőmirigy egy módosult verejtékmirigy, ezért az gondozási konfliktus is sejtszaporodattal indul el az emlőkbe, ennek az agyi központja szintén a kisagyban van, és az túlzásba vitt aggódás, vagy állandó veszekedés, fészekvita a konfliktus emlődaganathoz fog vezetni. Tessenek az emlődaganatról szóló webkonferencia előadást megnézni, akit ezt érdekel. Vagy akit érdekelnek az írha programok, vagy a burkaink, hashártya, mellhártya, szívburok programjai, az nézze meg a Vélt vagy Valós Támadások című összefoglalót. Az agyvelőnek, tehát a nagy agynak, az agyvelői részét látjuk itt sárga színnel, vagy nevezzük ezt fehér állománynak. Itt ide azok az érzéseink fognak becsapódni, amelyek önleértékelésről szólnak. Ami az önbecsülésemben, hát hogy is mondjam, egy nagy-nagy negatív érzést váltott ki. Azt jelenti tehát, hogy az önleértékelés önpusztítás, és amikor ilyen érzéseim vannak, akkor az agyvelő által irányított sejtjeinkben először szövetek sorvadása indul be minden tünet nélkül. Az önleértékelés a mozgással kapcsolatos szerveinket, szöveteinket érintik. Itt a csontrendszert látjuk Hammer doktor rajzán ábrázolva, és a csontrendszer képezi az alapját a mozdulatnak, a második szövet az ízületekinak, amik összekötik a csontokat, a harmadik az izomrendszer, ami elmozdítja a csontokat, vagyis végrehajtja magát a mozdulatot, a negyedik ide tartozó szövet az erek, osztógyűjtő és nyirokerek, és az ötödik a kötőszövet és zsírszövet, amelyek mindig tehát sorvadnak, majd visszaépülnek. Nyilván
az önleértékelésnek a súlya, mértéke meg fogja mutatni, hogy csak kötőszövetet bontok, vagy legsúlyosabb esetben csontszövetet bontok el. Nyilván az önleértékelés témája meghatározza, hogy a testemet hol bontom. Nem véletlenszerű, hogy a nyakam vagy a csípőm tájékát bontom, majd építem vissza fájdalmasan. Akit érdekelnek ezek a kérdések, megnézik az önleértékelésről szóló, és az ehhez a témához kapcsolódó több mint 20 webkonferenciát előadást, hiszen részleteiben taglaljuk ezeket. A weblapnak a jobb felső sarkában lehet átlépni a saját YouTube csatornánkra, és ott tematikusan megtalálhatók a lejátszási listában ezek az előadások. A piros nyíllal jelzi Hammer doktor, az ektodermából származó szöveteink eredetét, és ezeket a szöveteinket mindig az agykéreg irányítja. Most itt a piros baba az elválasztási konfliktusra utal. Az elválasztási konfliktus annyit jelent, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy tőlem elszakadjanak, vagy hogy hozzám érjenek. És erről is természetes külön webkonferencia szól. Ugyanakkor az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja, ugye mindenki tudja, hogy erről is van külön összefoglaló, valamint az összes akaratlagos mozgásunkat, tehát a mozgászavarokról is, az izomrendszerről is van egy külön webkonferencia. Itt vannak a jövőből és a múltból érkező félelmek becsapódásának helyei, természetes homloklebeny, nyakszirti lebeny, és hát minden érzékszervünknek ide érkezik be az információja, amiből az agykéreg fog megfelelő érzetet létrehozni, és indul a megfelelő parancs. Az agykéreg nem csak a sejtek sorvasztásával, majd visszaépítésével tud elindítani egy értelmes biológiai különprogramot, hanem a sejtek működésének a blokkolásával, majd a blokkolás feloldásával is. Erről is van külön webkonferencia anyagunk. Neuropátiák címen. A negyedik természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy a bennünk élő baktériumok, gombák, vírusok azok, akik segítenek minket a megoldási szakaszban, hogy helyreállítsuk a szöveti egyensúlyt. Vagyis az endodermából származó sejtjeinknél a gombák fognak segíteni a felesleges sejtek lebontásába, lásd falat konfliktusok. Az ősi mezodermális sejtjeinknél gondozási konfliktus, vélt vagy valós támadások, a mikobaktériumok fognak segíteni a felesleges szövetek lebontásába. Ezek átmenetet képeznek a gombák és a baktériumok között. A mezodermális, új mezodermális sejtek szintjén önleértékelés során a baktériumok segítenek visszaépíteni mindazt, amit mi konfliktus aktív szakaszban lebontottunk. Valamint az ektodermális programoknál a vírusok fognak segíteni visszaépíteni mindazt, amit lebontottunk. És itt már nagyon közel vagyunk a mai webkonferencia témájához, az immunitáshoz, és látni fogjuk, hogy különbséget kell tennünk a saját baktériumaink, vírusaink és a külvilágból származó igenis kórokozók között. A probléma csak az, hogy Louis Pasteur minden baktériumot kórokozónak nevezett el. Azt is, ami a sajátunk, meg azt is, ami kívülről jön. Nos, különbséget kell tenni a kétfajta kórokozó között, mert ami bennünk van, az nem kórokozó, azok a mi barátaink, és segítenek nekünk a megoldási szakaszban abban, hogy megoldjuk azt a programot, amit éppen eljutott a megoldási szakaszban. Viszont, ha nem történik meg az érzelmi feloldás, akkor kérem szépen benne maradunk a konfliktusba, és ilyenkor vagy túlzott szövetszaporulat, vagy túlzott szöveti sorvadás jön létre, vagy pedig egy működés gátlása hosszú időre. Vannak emberek, akik 20-30 évig cukorbetegek. Abban az esetben, amikor policiklikus a lefolyás, ez csak azért jöhet létre, mert itt a megoldás, a konfliktus megoldása nem érzelmi szinten történt.
Ebből az következik, hogy nagy ritkán, mikor mondjuk ősszel és tavasszal sínre kerülök, vagy havonta egyszer találkozok valakivel, akihez kötött az én konfliktusom, de nem engedtem még el érzelmileg, csak besepertem a szőnyeg alá, akkor ez az optikai sín újra meg újra elindítja bennem a programot, az szépen végigfut, és kész. A függőgyógyulás az, ami teljesen kimeríti a szervezetünket, mert amint látjuk, nem tud a gyógyulási szakasz befejeződni. Amikor csak havonta egyszer kerülök sínre, az a policiklikus lefolyás, amikor folyamatosan fennáll egy program, tehát az a függő gyógyulás. Hogy lehet ezeket megoldani? Úgyhogy tisztázzuk a konfliktust magát, és érzelmileg lezárjuk a programot. Hammer doktor az 5. természet törvénnyel tette föl a koronát a munkásságára, hiszen rámutatta arra, hogy az a DHS, amit mi elszenvedünk egy váratlan esemény kapcsán, az már abban a pillanatban, amikor mi ezt elszenvedjük, már elindít egy túlélő programot bennünk. Már a konfliktus aktív szakaszban a megfelelő program elindul, és már ott kapok egy biológiai segítséget arra, amit én érzelmileg nem tudtam eddig feloldani. Tehát nem Isten verése a betegség, csak éppenséggel nem tudtuk, hogy hogy alakul ki. És lezárható, minél hamarabb, annál jobb. A fertőzések kérdése. Lezárható, ha érzelmileg lezárom a programot. Ha csoportosan egy nagyobb embercsoport ugyanazt a konfliktust megélte, mondjuk halálfélelmi konfliktust, természetesen, amikor ez egyszerre elmúlik, mert elvonul a hadsereg, akkor egyszerre oldják fel a halálfélelmi konfliktusukat, és ez azt jelenti, hogy egyszerre lesz nekik tüdő TBC-jük. Ennyit a háborúk után megjelenő TBC járványokról. Mindez, amit eddig elmondták Karesz számomra, behozott egy képet. Addig, ameddig nem ismertük azt, hogy mitől van a napfogyatkozás, igen, addig az emberek minden napfogyatkozáskor világ végére készültek. Igen. Amikor rájöttek arra, hogy rájöttünk arra, hogy ez hogyan keletkezik, akkor pontosan tudtuk, hogy hogyan fog végbe menni. Meg hogy mikor lesz. És hogy mikor lesz, most már ezt is ki lehet számolni, igen, hogy ez hol lesz részleges és hol lesz teljes. Gyakorlatilag csak az ismeret anyagunk bővítése, tágítása szükséges ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan működnek a dolgok, illetve azokat a hiteket, tévhiteket és mítoszokat kellene eltávolítani. Igen. A gondolkodásunkban és az érzelemvilágunkban, amelyek akadályt képeznek stészterülegyek a fényútjában. Így van. Ez nagyon-nagyon tökéletes hasonlat volt, és nagyon jó megfogalmazás, Rika. Nagyon szépen köszönöm. Mindig tudunk valami újat mondani, úgy néz ki. És remélem, hogy a továbbiakban is sikerül, amikor belevágunk abba, hogy mi is ez az immunrendszer. De ha össze akarom foglalni mindazt, amiről eddig beszéltem, akkor kiderül, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Hiába próbálom mai medicina az immunrendszerrel manipulált gyógyulásokat elindítani, amíg ő nem oldja fel a konfliktusát, addig semmilyen, de semmilyen sikerre nem várhatom, hiszen a betegségünk nem fizikai szinten indult el. Nem az a baj, hogy ott vannak a kórokozóknak nevezett saját baktériumaink. A probléma ott van, hogy érzelmileg kéne valamit helyre tenni ahhoz, hogy az egész program lélek, agy és szerv szinten is megoldódjon. De ameddig mi csak szerv szinten gondolkodunk, és nem foglalkozunk a lelki megrázkódtatás tisztázásával és megoldásával, addig nem várhatunk egy teljes megoldást. Na kérem szépen, akkor gondolkodjunk el, miben van az üzlet? Abban, ha valaki nem gyógyul meg. Az egészséges emberben nincs üzlet a gyógyszeripar számára. Ezt vegyük tudomásul, a gyógyszeripar nem egy közhasznú társaság. Erről eszembe jutott az is, hogy ugyanez az ipar működik más területen is. Például a
szépségápolásban, hogyha nem lennénk önleértékeltek, és nem vágynánk még többre, még dúsabbra, még teltebbre, még szépbbre, akkor egy csomó termék, ami a fürdőszobánkban van, azt nem meg se vásárolnánk. Most ha mindenki csak a saját fürdőszobájába betekint, így virtuálisan, ne menjenek sehová, csak így képzeled már, akkor azoknak a termékeknek az árát, ha összeadnánk, valószínű, hogy egy kellemes hosszú hétvégét el tudnánk valahol tenni. Igen, de hát nyilvánvaló, hogy félelmeket kell kelteni az emberekben ahhoz, hogy valamit megvegyenek, különben biztosítást se vennének. De térjünk vissza egy kis kanyar után, még egyszer oda, hogy megértsük, hogy a beteg akkor fogja tudni meggyógyítani önmagát, amikor igénybe veszi a saját öngyógyító mechanizmusát, amikor nem gátolja a gyógyulását, a tudatlansága és a gyógyulását gátló gyógyszerek fogyasztásával, hanem kezébe veszi a gyógyulási folyamatát. Jaj, de hát én nem végeztem orvosit, én nem tudok, én nem értek ehhez. Kérem szépen, én azt hiszem, hogy mindaz, amit elmondtam röviden, tömören, nem teszi szükségessé még az érettségi vizsga letételét sem. Egyszerű dolgokról beszéltünk, sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, vagy szaporítom, vagy sorvasztom, vagy működést változtatok, és minden a túlélésemért történik. Az ötödik törvényben van a lényeg. Mert ha tudom, hogy minden, ami a szervezetemben történik, az a gyógyulásomért, az életben maradásomért történik, akkor végre nem esek pánikba. A pánik az már a félelem félelme, és csak akkor fogok a pánikból meggyógyulni, meg a hipokondriából, hogyha ismerem, hogy hogyan működök. Na de nézzük azt, hogy akkor mi is az az immunológia, és mit jelent ez az egész? Hát ugye az immunitás szót már ez az ókori történetíró is említi, Krisztus előtt 430-ban, hát kicsit utána néztem a dolgoknak, hogy honnan is származik ez az elnevezés, ugye? És ez tényleg egy konkrét megfigyelés, nem csak az ókorban, hanem később is azt tapasztalták, hogy egy járvány után azok, akik túlélték a járványt, azok még egyszer abba a betegségbe nem estek bele. Na kérem szépen, ez egy nagyon lényeges felismerés volt. És az, hogy tudományos elméletté alakult, nem véletlenül húztam alá, hogy ez a fogalom tudományos elméletté alakult, ugye ez már a 19.-20. század tájára tevődik át. A klasszikus immunológiát, vagyis az epidemiológia, mondjam magyarul, járványtan, ugye, az orvostudománynak a segédtudománya. Igen, a régen a járványok szedték az áldozatokat, és az emberek, az orvosok kutatták, hogy a járványoknak mi az oka, hogyan terjed, és hogy lehet leállítani. Ez teljesen normális, de amikor már mondjam, az a higiénés körülmények javultak, akkor hirtelen a járványok száma is csökkent, hisz tudjuk nagyon jól, hogy a középkorban azért az éjjelit még az ablakon átürítették ki az utcára. Szóval az immunitás, a védettségnek a kérdését tanulmányozza az immunológia. De mielőtt még kialakult volna az immunitás fogalma, számos régi orvos is jellemezte azokat a szerveket, amelyeket aztán besoroltak az immunrendszer részeivel, hogy, és ide tartozik a timusz csecsemőmirigy, a lép, a csontvelő, nyirokcsomók, a mandulák, pályerplakok, ezekről majd még külön-külön mutatok képeket, és mondok információkat. Nos, az immunológia tehát, amint látjuk, maga a szó, hogy immunis, az Julius Caesartól ered, és ez azt jelentette, hogy mentes valami alól. Tehát valamilyen szabály, vagy valami adó alól, és mentes valami betegség alól. Tehát én immunis vagyok valamilyen betegségre, az azt jelenti, hogy mentes vagyok ettől a betegségtől. És tessék megnézni ezt a meghatározást, mert még visszatérek rá. Az immunológia az elméleti biológia egyik ága.
Nem véletlenül emeltem ki ezt a szót, hogy az elméleti biológia egyik ága, ami a saját, nem saját megkülönítéséért és a külvilág betolakodóinak kiküszöbüléséért, alapvető struktúráknak az a védelméért felelős. És itt jön az antigén definíciója, ami magyar orvos, illetve biológushoz kötődik, Detret László, akit Deutsch László néven is megtalálunk interneten, a antibody generátor, tehát antigén, látjuk ebből a két szóból alakult ki az antigén szó, azt jelenti tehát, hogy a testidegen anyag, ami a szervezetünkben ellenanyag termelést vált ki. Amint látjuk, ezt már 1899-ben leírta. Tehát az immunválasz az lesz, amit az antigén, ez a generátor, tesz a szervezetünkben. És az immunválasz során fognak az antitestek keletkezni. Nos, de az elnevezés az antibody, a body az testet, testet jelent. Tehát a test elleni behatolókat nevezték akkor még így. Nos, a kérdés az, hogy mit ismer fel az immunrendszerünk. Vannak, hát bocsánatot kérek, de van ilyen, hogy gram-negatív baktériumok sejtfalában jelenlevő lipopolizaharid molekulák. Na, tudom, hogy ez most teljesen idegenül hat, de hadd nem menjek bele a bakteriológia minden részletében. Az, hogy valami gram-negatív vagy gram-pozitív, ez egy festési eljárás szerint a baktériumok osztályozása, és ugye a sejtfalnak az összetevője egy ilyen lipopolizaharid, tehát cukor-zsír molekulák, nagy molekulákat. Na, ezt ismeri fel az immunrendszerünk, illetve vannak olyan duplaszárú RNS molekulák, ribonukleinsav molekulák, amelyeket szintén felismerünk, és ezeket az anyagokat gyűjtőnéven úgy hívják, hogy patogénekre jellemző molekuláris mintázatok, aminek itt van az angol neve is, ez a, hát én nem angolos voltam, egy patogén associated molecular pattern, bocsánat az angol tudóktól, de ez a PAMP rövidítéssel jelzett valami. Tehát ezek a betolakodóknak nevezett dolgok. És igen, vannak betolakodók és vannak nem betolakodók. Most nem ezt szeretném feltétlenül kiemelni, hanem hogy mi az, amit felismer az immunrendszerünk. Ezeknek a jelenlétét az immunrendszerünk viszonylag kis számú receptorral képes érzékelni, tehát érzékelő résszel. Nagyon kevés receptorral, igen, nagy mennyiségű ilyen betolakodónak a felismerésére képes, és az ilyen anyagoknak megfelelően ezeket a receptorokat fogják el PRR-rel rövidíteni. Itt látjuk a szövegben a PRR rövidítést. Nos, ezek az immunrendszerünknek, mondjam azt, hogy még csak a molekuláris részei, de természetesen, hogy vannak sejtek is, amelyek ide tartoznak, makrofágok, monociták, természetes ölősejtek, granulociták, hízósejtek, ezekről későbben még részletesen beszélek. Most, ha a szerzett, mert ugye ez volt a vele született, ha a szerzett tudását nézzük az immunrendszernek, ezt másképpen adaptatív immunrendszernek nevezik, akkor azt látjuk, hogy a nagyszámú molekulárisan eltérő receptorra van nagyszámú felismert antigén. Mi is az, hogy antigén? Az, amit az antigén receptorok felismernek. Tehát itt már egyes sejtek egyes antigéneket fognak felismerni, viszont a sejtek milliárd számban állnak rendelkezésre. És ezeknek a molekuláris komponensei összetevői, tehát az antitestek, ez az MHC, ez megint egy Major Histocompatibility Complex
nevet visel, vagyis azt jelenti, hogy azon molekulák száma, melyek képesek megmutatni a T-sejtek felé a peptideket, ezt is meg fogjuk érteni a továbbiakban, csak először tisztázunk néhány fogalmat, és vannak ugye sejtes összetevők is, és ide jönnek be a T-sejtek, a T-muszsejtek, linfocitáknak egy fajtája, a B-sejtek, az antigénprezentáló sejtek és az antigénprezentáló alapvető fontosságú abban, hogy az immunválasz létrejöjjön. Itt vesznek részt a segítő T-sejtek, helper T-sejtek, ennek alapján felismerik a célpontot, és válik az immunválasz specifikussá, vagyis fajlagossá egy bizonyos patogénnel, vagy éppenséggel tumorsejttel kapcsolatosan. Az immunrendszer felépítését látjuk ezen a dián, és természetes, hogy ez hálózatos felépítésű az immunrendszer. Mindenütt jelen vannak az immunrendszer sejtjei a szervezetben. Bizonyos helyeken az immunszövetek szervekbe rendeződnek, ezeket limfoid szerveknek nevezzük, és vannak elsődleges nyirokszervek, ide tartoznak a fehérvérsejteket képző limfoid szervek, és vannak másodlagos nyirokszervek. Itt viszont a szerzett vagy adaptatív immunválasz sejtjei vesznek részt, a B vagy T limfociták. Ugye ezek, itt lesz az antigénnel való találkozásnak a helyszíne. A másodlagos nyirokszervek biztosítják ezeknek a limfocitáknak az aktiválásához, osztódásához, differenciálódásához szükséges szöveti környezetet. Tehát itt történik ezeknek a limfocitáknak az, mondjam úgy, az érése. Vannak olyan immunsejtek, amelyek más szövetekbe fognak elmenni. Ugye, és itt van a itt látjuk ezeket a rövidítéseket, például ami a hámszövetbe fog bemenni, SALT-vel látjuk rövidítve, vagy éppenséggel a nyálkahártyához társult szövetek, és természetesen, hogy ilyen immun funkciót betöltő sejtekre mindenütt szükség van ott, ahol a szervezetünk a külvilággal találkozik, és ugye ez a bőrfelületünk, a hám, és minden nyálkahártya, ahova valami kívülről be tud jutni a szervezetünkbe. Vannak olyanok is, amit ektópiásnak nevez a medicina, mondom, hogy nevez a medicina, mert nem érti, hogy miért történhetett meg. Ezért ez már kóros jelzővel jelenik meg a tankönyvekben. Semmi kóros nincs abban, kérem szépen, hogy a pajzsmirigyben is kimutathatók ilyen nyirok képződmények. Az elsődleges vagy primér nyirok szervekhez tartozik a csontvelő. Ugye tudjuk, hogy a vérképzés a csontvelőben történik meg, és itt látjuk a hemopoietikus ős sejtet. Ezt a hemopoietikus ős sejtet különböző citokinnek, itt van az SCF ős sejtfaktor hatására, ugye fokozódik az osztódása, és amit látjuk, két irányban történik meg az ősejtnek az osztódása, vagy mieloid, vagy pedig limfoid útra tér ez az osztódás, és hát a különböző faktorokat, amik ezt befolyásolják, azt itt a kép bal oldalán a betűknek a rövidítését mindenki megtalálja. Na most a mieloid fejlődési útvonalon keletkeznek, itt bal oldalon, ugye keletkeznek a makrofágok, dendritikus sejtek, hízósejtek, granulociták, a másik útvonalon pedig a limfoid fejlődési úton találjuk meg a limfocitákat, a B és T limfocitákat, az NK természetes ölősejteket és végül a plazmasejteket. A sejtes, illetve celluláris immunitás elemeit látjuk az ábrának a bal oldalán. Tehát azokat a sejteket, amelyek részt vesznek az immunológiai védelmi folyamatokban. A monociták, amint itt látjuk a kép alján, a monocitákat, a fagocita sejtek vérben keringő alakjai. Mit jelent ez? A fagocita azt jelenti, hogy képesek bekebelezni
idegen anyagokat, kórokozókat, vagy testidegen anyagokat. A fagocitózis bekebelezést jelent. A makrofágoknak meg egy külön megnevezése van annak függvényében, hogy éppen hol vannak. Na most, ha a makrofágok az ideg rendszerben vannak, akkor azt mikrogliának fogjuk nevezni. Ha a májban, akkor Kupfer-sejtnek. Ha a csontban, akkor oszteoklasztoknak, ugye? Ha a tüdőalveolusokban, akkor alveoláris makrofágoknak. Ha különböző kötőszövetekben, akkor hisztiocitáknak nevezzük. Szóval a makrofágok, mint mondjam úgy, hogy gyűjtőnév szerepel, és annak függvényében, hogy melyik szövetben találjuk, kap egy másik elnevezést a medicinában, de a lényeg az, amit ezek a sejtek mindenütt végrehajtanak, az a fagocitózis. Bocsánat, most egy nagyon bagatell dolog jutott erről eszembe, hogy így ez a, amit elmondtál, ez teljesen elképesztett. Nem problém. Pontosan amiatt, mert annyiféle elnevezést adunk valaminek, ami attól ugyanaz, hogy hol van, ez körülbelül olyan, mint a karácsony előtti nagy árleszállítás, hogy mindenki a legnagyobbat és a legfantasztikusabbat kínálja az üzleteken belül, mindenki azt mondja, hogy egyedi, de közben gyakorlatilag ugyanazt a terméket vesszük meg. Mind ugyanott gyártották. Igen, mind ugyanattól a nagykertől származik, vagy ugyanattól igen, az országtól, vagy gyártótól. Most az, hogy ezt itt veszem meg, vagy ott veszem meg, gyakorlatilag rám nézve, mint felhasználóra nézve, igen, nem túl sok különbséget, vagy nem túl sok előnyt jelent. Itt kérdés az, hogy mennyire akarok ebbe a dologba mélyebb tudást szerezni. Az viszont elborzaszt, hogy ugyanazt a dolgot, ha itt van, akkor így nevezem, ha ott van, akkor úgy nevezem. Elképesztő számomra az, hogy ezeket mind orvosoknak meg kell tanulni. Igen, és most akkor érthető, hogy egy orvosi szótárnak a szókészlete az egyenértékű egy idegen nyelvnek a szókészletével. Igen. Ez teljesen egyenértékű vele, és természetesen, hogy most azért is vannak, ezért nem feltétlenül rossz az. Mert amikor én azt mondom, hogy teszem azt, hogy Kupfer-sejt, akkor tudom, hogy egy májban levő makrofágról beszélek. Tehát azért van neki külön neve. Mert minden autó. De ha azt mondom, hogy Volkswagen, vagy azt mondom, hogy Sanyong, akkor tudom, hogy hova tartozik. Tehát valahogy így próbáljuk ezt fölfogni. Nekem ezzel az elnevezéssel semmi problémám nincs. Gondolom a hallgatóságot ez különösebben nem tudta lázba hozni, de ha vizsgázni kéne belőle, akkor megtanulná. Nos, igen, vannak ilyen elfekvő tudások az orvosok fejében, de semmi probléma ezzel még nincsen. Azért is mondom el ezeket a dolgokat, hogy a probléma nem itt kezdődik. Hanem? Ó, nem. Hát a probléma, még egy kicsit, csak hogy lássuk, hogy milyen fantasztikusan vagyunk felépítve, hogy nem vagyok kiszolgáltatva, hogy fantasztikusan működik a védelmi rendszerem, és hogy a védelmi rendszeremnek a működése miről szól? Arról szól, hogy itt is vagy molekulák, vagy sejtek, vagy működésváltozás eredménye lesz az, hogy a védelmi rendszerem hogyan működik. Tehát ez valami csodálatos ez a rendszer, ténylegesen. Nos, van egy olyan része is ennek a történetnek, ugye, itt látjuk a képen, eddig beszéltem a makrofágokról és a monocitákról, de látunk itten a mieloblasztokból származó másik három sejtet, bazofil, neutrofil, eozinofil. Ezek a festődésükről kapták a nevüket, mert a bazofil az ugye, az kékszínű, látjuk, az eozinofil az inkább piros, a neutrofil az a kettő között van. A megfestés alapján, a hematoxin eozin festés mód alapján kapták ezek a sejtek az elnevezésüket. Mert meg kell őket festeni ahhoz, hogy látható legyen a magjuk, meg a citoplazmájuk, mert ha nincs megfestve, akkor átmegy rajta a fény, és nem látunk belőle semmit. Tehát ezért vannak ilyen érdekes elnevezések, de hát nyilván, ha tudjuk, hogy mit miért nevezünk olyanak, könnyebb meg is tanulni. Tehát ezeket granulocitáknak nevezük, mert a sejtmagjuk az granulát, vagyis szemcsézet magyarra fordítva. Ezekből
A neutrofil granulociták fordulnak elő legnagyobb számban, és ezek a sejtek igazi kamikázék. Egyetlen feladatuk a baktériumok elpusztítása. Egészséges emberben a szövetekben nincsenek jelen, csak a vérkeringésben. Akkor is, amikor egészséges amikor, vagyok? Mondom, amikor egészséges vagyok, akkor ezek a sejtek csak a keringésben vannak, de ott, ahol gyulladt szövetek vannak, oda viszont kimásznak. És akkor itt jön, hogy a gyulladt szövet mitől gyulladt. Mert ugye, ha megoldási fázisba kerülök egy önleértékelési konfliktus során, akkor ezek oda kimásznak, és segítenek nekem felépíteni azt, amit lebontottam. Viszont, hogyha fertőzésről van szó, tehát egy külső betolakodónak az elkapásáról van szó, akkor azt fogják elvégezni, bekebelezik az idegen baktériumokat, és ezekben a szemcsékben olyan anyagok vannak, granulumokban, amelyeket, ha kiürítik, akkor ezzel elpusztítják azokat a bizonyos idegeneket. És ez úgy nagyon jó, izgalmas sztorinak hat az egész. Olyan zsarus. Olyan zsarus történet. A jó fiúk, rossz fiúk. A rossz fiúk, igen. Ugye a baktériumok a vérkeringésben járőröznek, igen. És akkor várják. Nem a baktériumok, ezek a fehérvérsejtek. Igen, és innentől ne csodálkozzunk, hogy ez a felismerés már elvezetett oda, hogy van jó és rossz a szervezetünkben. Mint a mesében. Nem kérem szépen, a szervezetünkben mindennek, de mindennek értelme van. Na most vannak eozinofil és bazofil granulociták, itt látjuk őket másik oldalon. Ezeknek a fő feladata az, hogy a paraziták ellen nyújt védelmet, mert azért vannak paraziták is, és amit bekerülnek a szervezetünkbe, és ebből adódóan az allergiás folyamatoknak a kialakulásában is szerepük van. De egy következőképpen mutatom a többi olyan sejtet, amiről még beszélni kell, és szintén a veleszületett immunrendszernek a sejtjeihez tartoznak, és itt látjuk ezt a soklábú sejtet, ami nem soklábú, hanem dendritikus sejt. Aki még megnézte, vagy emlékszik az idegsejtek felépítésére, tudja, hogy a rövid kis nyúlványokat dendriteknek nevezzük, és hát ez is ezt a nevet kapta, de ez nem idegsejt. Viszont ezek a... Jó, de ez maga egy jellemző dolog, és hát ami úgy néz ki, mint az ugyanezt az elnevezést fogja kapni. A dendritikus sejtek gyakran gazdagon elágazó falkszerű nyúlványokról kapták a nevüket, és természetesen, hogy ezek a sejteknek az a szerepük, hogy a kórokozókból származó antigéneket elszárítsa a nyirokcsomóba. Tehát olyan anyagokat visz el a nyirokcsomóba, ami alapján majd felismerhető lesz, sokkal könnyebben és hirtelen egy következő betolakodás során. Na most, amikor eljut a nyirokcsomóba ez a bizonyos része ennek a kórokozónak, akkor ezt bemutatják az ott létező T-sejteknek, itt látjuk már a T-sejteket a jobb oldalon, zöld színnel, és... innentől kezdve ezek a T-sejtek fognak megfelelő ellenanyagot képezni azok a betolakodók ellen, akik ott megjelentek. Éretlen állapotban ezek a dendritikus sejtek, mert ugye van minden sejtnek egy éretlen, fiatal állapota, és van egy érett állapota, amikor már be tudja tölteni a funkcióját, a feladatát. Éretlen állapotban a szervezetben szétszórtan a szövetekben látható, és leginkább ott, ahol várható, hogy valami bejött. Természetesen hol? A bőr, a bél, a tüdő nyálkahártyáján, szöveteiben. És tehát itt felismerik, és a veszélyes mikrobák felismerése során aktiválódnak. A nyirokcsomóban pedig elindítják az említett sejtekkel az antigéneknek a kidolgozását. Az NK, vagy itt látjuk a természetes ölősejteket, natural killer, ugye, ha jól mondom, természetes ölősejtek, ezeknek nagy szerepük van a szervezetünkben, a természetes a megfelelő sejtek elpusztításában,
a fertőzött sejtek elpusztításában, de a tumoros sejtek elpusztításában is van feladatok. Ezt ne felejtsük el. És a T-sejtekhez hasonlóan járnak el a megfelelő anyagokat, toxikus anyagokat, amik bennük vannak, ezek benne vannak ezekbe a kis szemcsékbe, amit most már itt vakuólumoknak, tehát hólyagocskáknak nevezünk, kiürülnek a hólyagocskákból ezek a megfelelő méreganyagok, hogy így nevezem, és ezzel megölik azokat a sejteket, amelyeket nekik el kell pusztítaniuk. És látunk itt olyat is, hogy hízó sejtek, illetve, bocsánat, az előző képen volt még rajta a hízósejt, visszahozom, egy pillanat türelem, hogy lássuk, hogy mindegyikről van szó. Igen, ott van középen. Igen, ott van középen a hízósejt, itt van. Na most ezek a parazita ellenes funkciót töltenek be a szervezetünkben, mert azért nem csak egy sejtűek jutnak be a szervezetünkbe, hanem több sejtűek is. És ugyanaz a szerepe a hízósejtnek, mint a mellette, illetve az alatta levő granulocitáknak, csak éppenséggel ez nagyobb, mondjam azt, hogy betolakodóval fog elbánni. És természetes, hogy hol fogjuk megtalálni, a bőrben, a légjutakban, emésztőrendszer falában. És ezek lesznek viszont azok, amelyek a hisztamint ürítik ki a kis szemcséjükből, és létrejönnek a megfelelő allergiás reakciók. Ennek az egésznek a célja, hogy eltávolítható legyen a betolakodó parazita a szervezetünkből. És akkor itt megemlítem még, ha itt tartunk, hogy ugye itt vannak a vörös vérsejtjeink is. Látjuk, hogy ezek mind a mielomid ősejtből alakulnak ki. A vérlemezke az tehát a megakariocitából fog kialakulni, és ennek a lényege, hogy olyan szemcséket tartalmaz a vérlemezke, amelyek a véralvadásban vesznek részt, és beindítják gyakorlatilag magát a véralvadás folyamatát. Én most ebben nem akarok részletesebben belemenni, de növekedési faktorokat is tartalmaznak ezek a szemcsék, amelyek különböző sejtípusokra hatnak, és a védekezésben fontos anyagokat tartalmaznak számunkra. Visszatérek ide az adaptatív, vagy tanult immunitás oldalára, és itt látjuk a B és a T sejteket. Ezeket látjuk tehát itt a dia jobb oldalán. Ezek a sejtek egyedi, csak egyféle típusú antigén felismerésére képesek. Tehát mindegyik sejt csak egyféle receptort is hordoz, így tehát itt nem arról van szó, mint a túloldalon, hogy egy sejt többféle dolgot felismer, nem. Itt minden egyes sejt egyféle dolgot ismer fel, de amint mondtam, milliárd szám vannak ilyen sejtjeink, és így nagyon, de nagyon megnő a felismerhető dolgoknak a száma, hogyha erről van információja ennek a T-sejtnek. A T-sejtekről és a B-sejtekről egy kis, mondjam, néhány alapvető dolgot azért elmondanék, hogy a B-sejtek például azok a felszínükön lévő antigén receptorokkal ismerik fel az antigéneket, viszont ha ezek a B-sejtek kijutnak a keringésből a szövetekbe, akkor ott már plazmasejteknek fogják nevezni. Uh-huh. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes dolgokról van itt szó, szóval nem akarok itt a sejtek szerkezetébe belemenni. A plazmasejtek nem hordoznak a sejtfelszínen semmilyen ellenanyagot, hanem oldott formában termelik azokat a fehérjéket, amelyek bekerülnek a környező szövetekbe és a vérkeringésbe, és ezek a termelődött ellenanyagok, antitestek vagy immunglobulinok felismerik az antigéneket, és hozzájuk kötődve megölik őket.
Tehát megjelölik őket, bocsánat, megjelölik és inaktiválják. Na most a T-sejteknek látjuk, két alcsoportja van, a citotoxikus és a helper. A citotoxikus természetesen ugyanolyan hatásról van, mint a túloldalt az NK-sejt, és az immunválasz elősegítésében és szabályozásában viszont a helper T-sejt játszik szerepet. Tehát a helper az segítő, segít az immunválasz az immunválasznak a létrejövetelében, a citotoxikus benne van, hogy sejt mérgező T-sejt, az viszont a sejtek elpusztítására szakosodott. Amit itt láttunk, ugye, hogy a citotoxikus T-sejt hogyan fog létrejönni. Itt ezek a CD8 meg CD4 megnevezések, ezek most már teljesen szakmai megnevezések. A lényeg az, hogy ezeknek a molekuláknak a jelenlétében ezek a sejtek megkapják azt az információt, ami szükséges ahhoz, hogy felismerjék majd kialakult állapotukban azokat az úgynevezett betolakodókat, amelyek bejönnek. Viszont ide ezt az információt el kell juttatni, mindjárt megmutatom, hogy ez hogyan történik. És érdekes ez az egész T-sejt meg B-sejt történet. Az immunválaszban közvetlenül vagy közvetetten tehát különféle sejttípusok vesznek részt, és ezek mellett testnedvek, a vér, a nyirok, a szövetközti folyadék egyes elemei is szükségesek az immunrendszert összehangolt működéséhez. És attól függően, hogy ugye a sejttípusok vesznek részt, vagy a testnedvek, így osztották be, hogy beszélhetünk celluláris, vagyis sejtes, és humorális immunválaszról is. A rákellenes terápiák is ugye a mesterségesen létrehozott, hát prezentáló sejtekkel próbálják elérhetővé tenni a daganatos sejteket. Ez már egy nagyon komoly beavatkozás magába az immunrendszerbe. Nobel-díjat is adtak érte, csak éppenséggel megint a daganat megoldását sejt szinten képzeljük el. A szervezetünk képes lebontani mindenféle műsejtek és immunrendszer stimulálás nélkül a feleslegessé vált daganatos sejteket, egyetlen feladatunk lenne megoldani végre a konfliktust. Ez kicsit olybá hangzott, mint hogyha újra feltalálnánk a spanyol viaszt, de még senki nem látta ezt, még senki nem használta, de rengeteg pénzt el lehet erre költeni. Hát na, itt van a lényeg, igen. És mint kiderül, hogy van egy egyszerű csiriz megoldás, amit minden háziasszony meg tudna magának oldani, igen. Ragasztóanyagként, de mégsem ezt használjuk, hanem próbálunk valami olyat kitalálni, ami drága, elérhetetlen, és gyakorlatilag a teljes biológiai egyensúly felborítást fogja eredményezni. Igen, kérem szépen, el fogok jutni ide is, hogy minek mi a célja, de még azt, ami tényleg így van, és tényleg illik tudni az immunrendszerről, az mondjuk a thymus vagy a csecsemő mirigynek nevezett mirigyünk. Itt látjuk a gátorüreg felső harmadában, itt látjuk a két lebenyét, ugye, a csecsemőmirigynek, és az a fontossága ennek a mirigynek, ami úgy 18 éves korunkig gyönyörűen működik, aztán elkezd involuálni, azaz visszavonul a működésből, hogy a T-limfociták, amelyek, ne felejtjük, ugye, a csontvelőben képződnek, ide fognak érkezni a thymusba, ezért lesznek ők T-limfociták, és itt fogják befejezni az érési folyamataikat. Az elsődleges immunszervbe, vagyis a csontvelőbe ugye nem illik, hogy bejussanak mikrobák, patogének és egyebek, vagyis ezek a T-sejtek ott nem tudják megtanulni azt, hogy mi az idegen, viszont megtanulják azt, hogy mi a saját. És innentől képesek lesznek megkülönböztetni a sajátot
a nem sajáttól, a saját szervezetet, a testidegen anyagoktól. Mikor ennek köszönhetően tehát a periférián fognak, tehát már kint a keringésbe fognak ők megfelelő immunválaszt kiváltani, akkor, hogyha megtörténik ennek a tésejtnek az aktiválódása. Itt látjuk a nyirokcsomókat, amelyek a másodlagos immunitásban vesznek részt. Mint mondtam, az elsődleges immunitásban a csontvelő vesz részt, másodlagos immunitás, nyirokcsomók. Miről van itt szó valójában? Az elsődleges, a nyirokszövetből kikerülő specifikus antigénekkel még nem találkozó naív fehérvérsejtek, limfociták. Igen. Már sokféle fehérvérsejt vagy, de most a limfocitákról beszélek. Bocsánat. Igen. Igen, amiből van T meg B, igen. Tehát ezek bejutnak ide a másodlagos szervekbe, a nyirokszövetekbe, és itt fognak megtanulni antigént felismerni. Itt mennek át azon a fejlődésen, idegen szóval differenciálódáson, ugye, amely szükséges ahhoz, hogy képesek legyenek érett immunsejté alakulni. Ez a beiskolázás. Ez a beiskolázás. Pontosan így van. És miért itt történik? Nézzük meg, ha történik a karunkon egy vágás. Én iskolás koromban ugye csiszoltuk a padokat, mert összefirkáltuk, és hát sikerült a bőrömet egy kicsit ugye megkarcolni, és hát kifoglalkozott akkor vele, de már délután ment fel a piros csík egész a hónajamig. Vagyis mi történt? Igen, a nem éppen steril padról bejutottak a kórokozók a szervezetembe, és beindult, kérem szépen, a háború, és ezek az információk eljutottak a hónaj nyirokcsomóig. Nem csak ennyi a történetnek a lényege, mert ugye aki a nyirokcsomóról szóló webkonferencia anyagot megnézte, az tudja, hogy a nyirokcsomóknak ez az egyik fontos feladatuk, a másik fontos feladatuk nem csak a kívülről jövőknek a lebontása, hanem a belül lebontott sejteknek is az újrahasznosítása, de ezt már kórosnak fogják nevezni. Jó, de azt, amiről te most beszélsz, ez nem egy DHS alapú. Nem, ez nem. Egy baleset. Ez egy baleset követ. Igen, hát ugye a germán gyógytudományban nem tartoznak bele a balesetek, a nem megfelelő táplálkozás, a mérgezések, sugárzások. A sugárzások, ezek nem tartoznak ide. Ezek fizikai tényezők, nem lelki tényezők által elindított biológiai programok. Na most azt tudjuk, hogy a nyirokrendszer úgy alakul ki, hogy ilyen kesztyűszerűen végződő, kicsi erecskékből indul ki, ezek aztán összegyűlnek egyre nagyobbakba, és ezekben, hát ugye a folyadékként ott van a nyirok. A nyirokkal szállítódik fel az nyirokcsomóba mindaz, ami oda bekerül, és így válik felismerhetővé az immunrendszer számára. Ezek a nyirokcsomók, vagy tehát egy kis baba alakú, kicsi méretű nyirokcsomók, ezek megtalálhatók mindenütt a hajlatokban, meg az egész szervezetünkben. Ezt gondolom mindenki tudja, hogy a nyakán, a hónalján, a hasán, az ágyéki tájékon nagyobb számban találjuk meg ezeket a nyirokcsomókat, de ide nyirok hajszálerek vezetnek, és a nyirokcsomókban ott lakó, ott táborozó, mondjam így, T meg B limfociták lesznek azok, akik találkoznak az ide kerülő antigénekkel, természetesen csak akkor, ha rendelkeznek azzal az antigén felismerő receptorral, amihez szükséges. Ha felismerték az idegen anyagot, akkor lesznek belőlük specifikus, tehát fajlagos limfociták, ezek elkezdenek osztódni, és innentől ezek már nagy számban fognak a szervezetünkben jelen lenni és jelen maradni. A nem specifikus antigén, tehát azok a limfociták, amelyek nem képesek valamit felismerni, azok nem fognak osztódásnak indulni, hanem elhagyják ezt az egész rendszert, és van egy vándorlási ciklusuk, mondjam úgy, hogy
amiben nem megyek arra részleteibe belemenni. A lényeg az, hogyha nem kerülnek felhasználásra, akkor programozott sejthalállal, vagyis sejtapoptózissal elpusztulnak a felesleges sejtek. Ne felejtjük el, hogy a szervezetünk nem tart el felesleges sejteket, és ezért van az, hogy lebontjuk a feleslegessé vált sejteket, ha éppen egy sejt szaporulatról van szó, amit ugye daganatnak neveznek. Ebbe a nyirokcsomóba az antigének nem csak passzív módon a nyirokkeringés által tudnak eljutni, hanem a fagocitasejtek is képesek, ugye a dendritikus, itt látjuk a dendritikus sejteket, amelyek képesek, itt vannak, képesek felismerni a, mondjam úgy, a külső betalatkodókat, és ezek aztán elküldik a megfelelő információt a nyirokrendszerhez, és onnantól kezdve ez az információ feljut a nyirokcsomóba. A limfoid szövetcsoportosulásokról is kell szólni egy pár szót, ugye, hát ezt ugye nagyon élvezem, így írják, hogy mukóza asszociált nyirokszövet. Tehát ez azt jelenti, hogy nyálkahártyához társult nyirokszövet, így már érted, nem? De hát miért nem mondjuk azt, hogy mukóza asszociált? Miért? Olyan sejtelmesen hangzott. Nem, de ez a szakmai zsargon. Ahelyett, hogy magyar szavakat használnánk arra, hogy megnevezzünk dolgokat, és érthető legyen, a lényeg, hogy ne legyen érthető, és persze, amikor ilyeneket írnak le egy zárójelentésre, szegény beteg azt se tudja, hogy milyen nyelven írták ezt a zárójelentést. Tehát ez azt jelenti, hogy nyálkahártyához kötött nyirokszövet. Természetes, hogy kell legyen nyirokszövet, hisz az orrunkba mennyiféle minden bejut, a garatunkba mennyiféle minden bejut. És akkor itt fogjuk látni ezt a nyirokrendszert, ugye már is a felső kapukban, amelyeknek az a szerepük, hogy megfelelő mennyiségű nyirokszövetet, illetve nyiroksejtet állítsanak elő. Láthatjuk azt is, ami az orgaratban van, azt is, ami a nyelv alatt van, azt is, ami a szájpadmandula. Ezek mind jelen vannak a bejáratnál, mondjam így. A érdekes módon a várat bejáratánál is van mindig őrség és megfelelő számú védő, vagy tanyázó katona. Tehát ugyanígy kell ezt itt megértenünk, hogy nyilvánvaló a nyálkahártyán keresztül nagyon könnyen bejuthatnának idegen dolgok, de azért vannak itt ezek a nyirokcsomók, megfelelő nyiroksejt állapottal, hogy tudják ellátni a védelmi feladatukat. Tehát itt látjuk azt, ami a nyálkahártyához társult nyirokszövet, de van ugye, hát hogy van organizált meg más, ez már teljesen csak organizált meg diffúz, ez teljesen szakmai célú megjegyzés, ne tessenek ezzel foglalkozni. A légcsövek nyálkahártyájában és a bronhusok, vagyis hörgőcskék nyálkahártyájában is van ilyen nyirokszöveg, van az orrunkban is, stb. Stb. Tehát ezeket csak megmutatom, hogy tessenek nyugodtan aludni, éjszaka is a védelmi rendszerünk rendben van. Nos, mindez, ugye, amit elmondtam, ez mind nagyon szép, és bizonyos sok kutatás eredményeként születtek ezek az eredmények. Dolgoztam kutatásban. Kutatásból írtam az államvizsga dolgozatomat. Hál' Istennek nem valamilyen gyógyszercég finanszírozta, hanem a professzorom kíváncsiságát elégítettem ki azzal, hogy valamit átvettem a kutatásokból, vagyis a kísérletekből, és megcsináltam számára, hogy az, amit ő kutat, az idegrendszert kutatta, ez előre menjen. Tehát itt nem volt anyagi érdekeltség. A kutatásokat viszont mindig valaki finanszírozza. Valamilyen feltételezés, hipotézis, bizonyítása véget. A probléma nem az, hogy valami logikus vagy nem az, hanem csak az az egyetlen kérdés, hogy igaz vagy nem igaz. A hamisságokat is lehet logikusan felépíteni, vagy nem értünk ezzel egyet? Hány logikusnak látszó átverésnek voltunk már az áldozatai?
úgy gondolkodjunk el. Tehát különbséget tegyünk valami, egy probléma, egy kérdésfelvetés kapcsán, hogy logikus, igen, de igaz is. Tehát ez egy következő kérdés. A megértéshez és a megoldáshoz az alapokat a biológiai gondolkodás adja, és nem a statisztika. Viszont, amikor nem tudunk valamire tudományos választ adni, ami azt jelenti, hogy reprodukálható bizonyítékokat, akkor az orvostudomány a statisztikához nyúl és a kettős fa kísérletekhez. Ezek eredményei pedig, idézőjelbe teszem, konkrét bizonyítékként tálalja, holott ezekben az egyén még azt a szabadságát is elvesztette, hogy eldönthesse, melyik vizsgálati csoportba szeretne kerülni. Vagy nem így van? Nem egyénre szabott terápiák születnek, hanem statisztikai adatokra épülő kezelések, melyek soha nem vonatkoznak mindenkire, mert nem tudományos alapokra épül az egész. Vegyük tudomásul, hogy a statisztika az nem természettudományos vizsgálati eszköz, az nagyon jó a társadalomtudományba, a matematikába, a közgazdaságba, de nem a biológiába. Éppen így a biológiai törvényeket se lehet ráhúzni az előzőkre. Még egyszer tehát, lehet valami nagyon logikus, de az még nem jelenti azt, hogy az tudományos. Vagy hogy épp igaz is lenne. A tudományosságnak az alapvető ismérve a reprodukálhatóság. Ne felejtsük el. Az egyre drágább és tökéletesebb eszközökkel egyre mélyebben tudjuk megfigyelni az életfolyamatokat. Ennek egyetlen célja az újabb és drágább kezelési eljárások felfedezése, ugyanis eleve a szervezet hibás működését kutatják. Ebből indulnak ki, és nem az öt természettörvényből, nem az ötödik természettörvényből, hogy mindennek értelme van, és mindennek az értelme a túlélés. Pedig ezt egy 10 éves gyerek is megfigyeli, ha kinéz az ablakon. Nem a valós okok feltárása a cél tehát, hanem a következményeknek a szöveti szintű kutatása. Az eredményeket meg betegségeknek nevezzük, kinevezzük a betegségek okának, amire akció-reakció elven keresik a megoldást. Na most a kapott megoldás egyeseknél működik, másoknál nem. Tehát ez nem tudományos, mert nem reprodukálható az eredmény. Akkor tegyük fel a kérdést. Miért is kellenek ezek a kutatások? A kutatások egy része a szervtranszplantációt segíti, a biológiainak nevezett terápiákat, a daganatterápia újabb vadhajtását, amire a kemoterápiát majd le lehet cserélni, és az oltásokat, de mi ellen? A cél pedig mindig szentesíti az eszközt. Vagy mégsem? Majd kiderül. Az autoimmunnak nevezett betegségek a germán gyógytudománnyal teljesen más képben tűnnek fel. Kiderül, hogy gyógyíthatóak. A Hashimoto tireoiditis, mivel a túlműködés során ugye felszaporítjuk a sejteket, konfliktus aktív szakaszban csak úgy utalnék egy egész webkonferencia anyagra, ami a pajzsmirigyről szólt. Tehát itt konfliktus aktív szakaszban sejteket szaporítunk. Itt látjuk bal oldalon a pajzsmirigynek a normális szövet képét. A lebontáshoz viszont már nem állnak rendelkezésre azok a természetes segédjeink, akik mondjam így most már, ha immunológiáról beszélünk, a természetes immunválaszban vesznek részt. Nincsenek ott, miért? Mert szegényeket kinyírtuk. Antibiotikumokkal, oltásokkal megakadályozzuk az ő működésüket. És ha nincsenek ott a felesleges sejtek lebontásában, akkor a következő védelmi rendszer, ugye az immunrendszer fog aktiválódni, mégpedig annak már a tanult része. És a kérdés akkor mi? A válasz, a megoldás. A megoldás még mindig csak az, hogy le kell állítani, és át kell alakítani a kiváltó okokat érzelmileg. De miről is szól érzelmileg a pajzsmirigy?
Ugye milyen konfliktusok járnak itt? Nem vagyok elég ügyes, vagy elég gyors a táplálék megszerzésében, és itt most a táplálékon sok mindent kell érteni, mindazt, amiről én azt hiszem, hogy kell nekem a túléléshez. És ez az alapvető konfliktus. Nem tudok elegendő pénzt keresni, nem vagyok elég ügyes ahhoz, hogy... És még több munkát vállalok, és ahhoz, hogy vállalni tudjak még többet és még többet, ahhoz természetesen át kell kapcsoljak turbófokozatra. És mivel a túlélésemről van szó, minden sejtre fog hatni az a hormon, amit ugye a laborban T3-T4 megnevezéssel illetnek. De ha az is a problémám, hogy de a másik többre viszi, az ügyesebb, mint én vagyok, akkor már is tettem a pajzsmérít program mellé kapcsolt áruként még egy önleértékelést is. Mert azért nem egy programot szoktunk egy DHS alapján elindítani. Vagyunk olyan intelligensek, hogy az asszociatív gondolkodásunkkal minimum 2-3-4 program elinduljon bennünk, a tapasztalatok számunkra ezt mutatják. Aztán van az az átkozott naptár, az az óra, amit nem tudom kitalált ki, de jobb lett volna, ha nem találja ki, nem így van, Réka? Dehogy nem. Mert a határidő. És be van osztva az életünk, be van osztva a napunk, sőt minden óránk és minden percünk. Hogy már hol kéne tartsak ahhoz képest, hogy? És ez a sürgetettség érzése megint a pajzsmirigynek a túlműködését indítja el, de természetesen, hogyha azt is megélem, hogy valami kivéthetetlen veszély jön velem szembe, akkor még teszek hozzá kapcsolt áruként egy non-Hodgkin limfómát is. Jelzem, ez is gyógyítható, erről is van szó külön webkonferencia anyagban. Tehát ezek annyira autoimmunok és annyira gyógyíthatatlanok, hogy egyik sem autoimmun és mindegyik gyógyítható. Mindegyik gyógyítható, természetesen. Aztán jön egy régi program, amit azért a szülők legalábbis régen a gyerekbe belevertek, hogy kislányom, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Ugye ez már eleve egy sürgető parancs, és ha ebben a sürgető érzésben azt is megélem, hogy valamit kéne tenni, de nem vagyok rá képes, valaki kéne, hogy segítsen, ez fog elvezetni a gojva kialakulásához, aminek semmi köze nincs magához a pajzsmirigyhez. Mármint a pajzsmirigy programhoz. Ez két különálló program. Az a kitágult hólyag, amit gojvának nevezünk, ez egy régi, ősi, már használaton kívüli pajzsmirigy kivezető cső, amikor még a pajzsmirigy ugye külső elválasztású mirigyként dolgozott, mint egy nyálmirigy mondjuk, és nem úgy, mint most működik belső elválasztású mirigyként. Tessenek a pajzsmirigyről szóló webkonferencia anyagot megnézni. A maximalizmus az nagyon-nagyon lényeges, mert ha már végre megvan és örülhetnék, akkor még ottá tudom tenni, hogy igen, de ez tegnapra kellett volna, kész legyen. És képesek vagyunk, szóval nem tudunk örülni valaminek, ha elértük, már is második, harmadik, negyedik, ötödik programba futunk bele, és nem veszük észre, hogy túlhajszoljuk magunkat, ez pedig szívprogramot, sőt, rekeszizom programot fog elindítani. És hát a folyamatos elégedetlenség önmagunkkal, az természetesen önleértékeléshez fog vezetni. De lám, hogy mennyi árnyéka, árnyalata, hajszál erre gyökere van egy-egy megélésnek, és csak, mit mondtam, az egyetlen valóság az én megélésem. A Bazedov-korról köztudott, hogy autoimmun és gyógyíthatatlan, hát fényképpen akadémikusan természetesen, ezt ugye idézőjelben mondtam, láthatjuk a két képen, tessenek elhinni, ugyanarról a hölgyről van szó mind a két képen, és a Bazedov-kor, hát elnevezték Bazedovnak, de semmi köze a pajzsmirigynek a szemek kigülledéséhez. A szemnek van saját szem programja, a pajzsmirigynek meg külön pajzsmirigy programja, de amikor ez a kettő együtt jelentkezik, rögtön adunk neki egy külön nevet. Erről is beszélek részletesen, természetesen a pajzsmirigyről szóló webkonferencia anyagban. Aztán itt van egy nagyon ismert autoimmunnak nevezett
betegség a Crohn betegség, vagy ileitis terminalis, ami nem azt jelenti, hogy végen van, csupán azt jelenti, hogy a vékonybél végső szakaszának, második részének, a csípőbélnek a gyulladásos folyamata, ileitis, ez az is, ez gyulladást jelent. Mi itt a DHS? Mi az, ami fenntartja? Az a nagy problémám, hogy van egy megemészthetetlen problémám, Réka. Én nekem kevesebb jut a családi örökségből, mint a testvéremnek. Nekem valahogy nem adtak annyit. Vagy a konkurenciának a bevétele az nagyobb lett, nekem kevesebb jut, mert elcsábította az én munkaerőmet, és most már azok is ott dolgoznak. De megélhetünk ilyet, mondjam úgy, hogy szerelmi háromszögben is, amikor az egyik fél azt éli meg a háromból, hogy nekem ebből az emberből kevesebb jut, mint a másiknak. És itt most nem részleteztem, hogy férfiból vagy nőből, mert bárki ezt az érzést elindíthatja. Mert a biológiám nem tesz különbséget valóságállom és illúzió közt. Ezt is falatra fogja lebontani, és hogyha kevesebb jut, akkor azt a keveset, ami jut, azt fel kell szívni mindenképpen. Tehát fölszaporítom konfliktus aktív szakaszban a nyálkahártya fölszívó reszorció sejtjeit, majd a megoldásban, mert ugye egyszer eljutok a megoldásba, akkor elkezdem lebontani. Csak hogy ez fájdalommal jár. És mindenki, aki már volt krombeteg, vagy ezt a fajta, nem is tudja, hogy volt krombeteg, csak voltak húzamosabb ideig, mondjam úgy, hogy bélpajaszai, hasi fájdalma, görcsök, véresnyákos széklet. Ennyi bőven elég ahhoz, hogy elgondolkodjunk azon, hogy érdemes-e harcolni azért a bizonyos falatért. Na most, hogyha folyamatosan építek és bontok, és bontok, és bontok, akkor eljutunk oda, hogy ez az egész kiukad, és létrejön egy fisztula rajta, ami azt jelenti, hogy egy sipoly, és már találkoztam olyan beteggel, akinek a béltartalma, a vékony béltartalma a hólyagba ült, és azt vizeletben jelent meg. Mert a hólyag falon keresztül jött létre ez a fisztula. Kérem szépen, ezért az már egy nagyon régi és nagyon hosszú ideig fennálló megoldatlan konfliktus eredménye kell legyen. Mondjam azt, hogy ezek irodalmi ritkaságok. De ha nem oldom fel a konfliktust, el se jutok a megoldásig, természetesen akkor a bél elzáródáshoz is eljuthatok. A colitis ulceróza, megint gyulladásról van szó, itt is, és azért colitis, mert a vastagbélnek a fekélyes gyulladását látjuk itt a képen. Na most a vastagbél a kakival foglalkozik, és azért mindenki azt magában úgy szokta megfogalmazni, hogy szarul érzem magam, vagy szeretnék megszabadulni ettől a szar érzéstől, és ez lesz az, ami hát beindítja mit? A nyálkahártyának a konfliktus aktív szakaszban a szaporodását. Aztán jön a megoldás, és kezdjük lebontani a felesleges sejteket, de a sín az túl gyakran érkezik. Elakadtam a megoldási szakaszban. Miért? Mert nem érzelmileg oldottam fel magát a konfliktust. És természetesen, hogy fellép a vastagbél falán már kiterjedt területeken, és nem pontszerűen, mint az előbb a gyulladás, a szigmabélben legnagyobb százalékban, természetesen, és ezek a fekélyes területek összefüggő területeket is hozhatnak létre. Megjelenik ugye a láz, az éjszakai izzadás, a hasmenés, a véres széklet, hasi fájdalom, és természetesen, hogy a medicina már kapcsolt áruként hozzákötötte a májat, a szemet, a bőrt, az ízületi tüneteket. Ez csak annyit jelent, hogy aki szarul érzi magát, joga van leírni önmagát, és ez ízületi programot fog okozni. Ha elválasztási konfliktust is megél emellett, akkor bőrtünetei lesznek. Ha a szemre vonatkozó konfliktusokat éli meg, akkor lesznek szemtünetei, külön webkonferencia. Ha éhenhalási konfliktusa is lesz,
akkor máj programja lesz. Mert ugye, ha mi csak fizikai szinten akarjuk feloldani azokat a görcsöket, fájdalmakat, véres székleteket, amelyek jelentkeztek egy esztelen diétával, akkor megint elmondom, hogy a májunk az nem ezotérikus. A májunk, ha nem kap enni, beindítja a programot, az éhenhalási programot, és innentől beindul a májsejtek szaporodása. Tehát a betegségeinknek a lényege, hogy nincs feloldva a konfliktus. Aztán a lefutás az attól függ, hogy a sinek milyen gyakran jönnek. Amíg el se jutok a megoldásig, addig létre tudok hozni egy szép nagy daganatot. Ha a megoldásban lebontom a daganatot, semmi probléma. Természetes úton tud távozni, hála Istennek, széklettel együtt el tud távozni a daganat, nyilván vérzéssel együtt, és az ügy le van zárva. De ha elakasztom a programot, akkor mindenféle dolog lehet, de hát a vékony és vastagbérről van külön webkonferencia anyag, ezt itt csak azért hoztam be, mert ezt is az autoimmun jelzővel illetik. Aztán itt van egy gyönyörű csokorvirág, úgy hívjuk, hogy szisztémás lupus eritematodes. Na hát, amint látjuk, mind három csiralemezhez tartozó szervekből van valamilyen program, fut, policiklikus lefolyással, vagyis nem úgy, mint az előbb, hanem úgy, ahogy itten alól látjuk, hogy a rövid ideig benne vagyok a konfliktusban, meg is oldom, és majd későbben egyszer megint jön egy sín. De kérdés, hogy éppen mi fog minket szórakoztatni. Vannak endodermális programjaink, ilyen, hogy vesegyulladás és nagy ödéma. Hát ezek a tüneteink mindig akkor fognak megjelenni, a vese gyulladása, amikor feloldom a szüntelenül szenvedő szegény én programot, szegény én kiszolgáltatott árvabogár, senki nem ért meg engem. Ezek a magába zárkozott emberek, akik nem mondják el a bajukat, akik szeretnek, mondjam úgy, szenvedni egyedül csendben egy csöndes sarokban. Nos, természetes, hogy ez a vese gyűjtő csatorna sejtjeinek a felszaporodását fogja okozni, a magányosság, a létezés konfliktus, a meg nem értettség, a kirekesztettség, stb. Nézzük meg az ödémákról szóló webkonferencianyagot, vagy a veséről szóló webkonferencianyagot, és megértjük, hogy ez a vese gyulladás, ez még csak egy virágszál ebből a csokorból. Vannak régi mezodermális, vagyis savós hártyákat érintő programok, ezek a vilt vagy valós támadások következményei, amikor ezt megoldjuk, jönnek a savós hártyák gyulladásai, tehát hashártyagyulladás, mellhártyagyulladás, szívburokgyulladás. Aztán megélünk önleértékeléseket is, és ennek témájának megfelelően a megfelelő, hát ez testünk megfelelő részein lesznek, hát ízületi, izom, csont programjaink. És hogy ne hiányozon az ektoderma se belőle, jönnek az elválasztási konfliktusok. Na ez az, ami látszik. Itt vannak a bőrtünetek, a bőrpír, pillangó alakban az arcomon, mert az arcomra vonatkoztatott elválasztási konfliktusnak épp a megoldási szakaszát látjuk, amikor megoldódik. De vannak itt még birtok konfliktusok is, amelyek meghatározzák a hangulat változásaimat. Jön a frontális és hátulról jövő félelem, a bevezetőben beszéltem róla, nos ez lesz a migrén, amikor félek valamitől, ami régen megtörtént, hogy ismét meg fog történni, és jönnek a mozgással kapcsolatos fel nem oldott konfliktusok, mint epilepszia és bénulásos tünetek. Tehát ez egy gyönyörű szép csokor, minden csiralemezből van valami, működésváltozásból is van valami, gyakorlatilag a lupusszal, ezzel az előadással átnézzük így messziről az egész germán gyógytudomány táblázatot. És hát ugye a lupus mellett ugye a reumatoid artritis az egy klasszikusan autoimmun betegségnek nevezett valami, és láttunk már ilyen göcsörtös ujjakat, mert azt élem meg, hogy képtelen vagyok megfogni, kezemben tartani, ritkán kapom meg, ügyetlen vagyok, kiejtem, stb. Megéléseim, minden, amit a kezemre vonatkoztatva éltem meg. Csak hogy ez is policiklikus lefolyásban van, tehát
Azért lesz egyre nagyobb a porcoknak a mennyisége, amelyik már ugye Bouchard meg Heberden csomóknak nevezi a reumatológia, teljesen mindegy az elnevezés, a lényeg az, hogy policiklikus a lefolyás, ennyit kell megérteni, tehát újraindítom, aztán vége van, aztán újraindítom, vége van, és miért lesz egyre vastagabb? Mert pontosan az az önleértékelésnek a célja, hogy a végére erősebb és keményebb szöveteket építsek, mint voltak a kezdet-kezdetén. Hoppá! Mi lenne, ha tisztáznánk magát a DHS-t, és megoldanánk érzelmileg? Leállna ez az egész történet. Azért kell a reumatoid artritisről beszélni, mert ugye a reumatoid artritiszt már beletették a Sjögren-szindrómába is. Aminek ugye a vezető tünete a szájszárasság, a száraz nyálkahártyák, a szaruhártya gyulladása és a sokizületi gyulladás. Nos, ezt 1933-ban Sjögrenről elnevezték Sjögren-szindrómának. De az érdekes módon az esetek 40%-ában a reumatoid artritis hiányzik, na de semmi baj, van helyette más Jolly Joker, és az lehet akkor már dermatomiozitis, polimiozitis, progresszív szisztémás szklerózis, és mit ad Isten, szisztémás lupus eritematódes, vagyis amiről az erről beszéltem. Na most már akkor tessenek megmondani nekem, ez tudományos beosztás? Százalékos kifejezés, és erre utaltam, hogy statisztika. Kérem szépen, nem az számít, hogy minek nevezik a betegségemet az orvosi rendelőbe. Ne tessenek diagnózis sok miatt bent ragadni a konfliktusba, mert elképesztő rombolást tud végbevinni a lelkünkbe, és ezután a szervezetünkbe az, ha egy orvosi diagnózis miatt mi teljesen elveszítjük a reményt a gyógyulásba. És ezt azért mondom, mert épp a mai nap volt egy hölgy a rendelésen, aki azzal mondtam, úgy mutatkozott be, hogy áttétes rákos beteg vagyok. Ez kérdésében az egyik leghibásabb önazonosulás. Nincsenek áttétek, és nincsenek gyógyíthatatlan betegségek. Azért jött el, hogy utolsó reményként megkérdezel, hogy egyáltalán van-e reménye arra, hogy meggyógyuljon? Mert már az akadémikus orvoslásban mindent elkövettek, amit tudtak, és most egy kísérleti gyógyszer tesztelésébe akarták bevonni. Hadd nem mondjam, hogy az egy óra alatt éppen sikerült a padlóról összeszedni, és a remény sugarát ismét felcsillantani ebben az emberben, mert döbbenetesen, de döbbenetesen hatott a diagnózis sok. Ez már tényleg sok. A diabétesz gyógyításáról most már ugye a cukorbetegségről is kitaláltuk, hogy autoimmun. Szó szerint Hammer doktort szeretném idézni. Erről is szó volt a diabétesről szóló webkonferencia anyagból. Itt van a forrás megjelölve. A Hammer doktor a következőket mondja. Elsőként természetesen rá kell találnunk a konfliktusra és a konfliktus mechanizmusra. Az Istenek a gyógymód kidolgozása előtt diagnosztizáltak, hogy meg tudjuk oldani a konfliktust, és ne lépjünk sínekre. Világosan fogalmaz Hammer doktor. Mi itt a konfliktus? Az ellenszegülési konfliktus, vagy éppenséggel az undorfélelmi konfliktus, részletekben nem megyek bele. Tehát így módon alapjában véve a diabétesz minden típusa gyógyítható, és vannak gyógyult diabéteszeseink természetesen. A konfliktus időtartalmától függ, hogy a glükóz végül milyen középső értékre áll be. Pláne, hogyha egyszerre élek meg ellenszegülést is, meg undorfélelmi konfliktust is. Nos, én úgy gondolom, hogy sikerült a mai nappal a mítoszokat egy kicsit átvilágítani, hogy lássuk, hogy mindaz, amit tudtunk, hogy az úgy van, és azt nekünk is tanították, ezzel nincsen semmi probléma. A szervezetünknek van igenis védelmi mechanizmusa. Sejtszinten, hormonális szinten, ezzel nincs semmi probléma. De kérdés, hogy ennek a további kutatása
milyen céllal történik, és milyen eredményeket fogunk elérni. A germán gyógytudomány a megértéshez, a felismeréshez és a megelőzéshez ad megoldásokat. Pontosan attól, hogy elhatárolódik a statisztikáktól. Nem azoktól a tényezőktől függnek a megbetegedéseink, amitről hirdetnek mindenütt. Csupán csak attól függ, hogy hány fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásom van, és ezek hogyan kombinálódnak, mert ugye tudnunk kell, hogy az érzelmi, mondjam az, megéléseink, illetve a viselkedésünk megváltozása a fel nem oldott konfliktusok számától függ. Nos, a sínekkel nem foglalkozni, hanem felszámolni kéne őket pontosan az oki kezeléssel, az egyetlen oki kezeléssel, azzal, hogy a kiváltó okot szüntetem meg, érzelmileg lezárom a programot, mert ha felismerem az okokat, és lezárom a programokat, akkor lezártam a tüneteket, és valós megoldást adtam a gyógyulás érdekében. A germán gyógytudomány, mint mondtam, tényleg tudomány, reprodukálható, bárhol ellenőrizhető. A Tübingeni Egyetem bírósági határozat ellenére sem volt hajlandó megcsinálni Hammer doktor téziseinek az ellenőrzését, és ezt azzal indokolták, hogy nem kíváncsiak rá. Az összehasonlíthatóság is jellemző, mint tudományos tulajdonság a germán gyógytudományra, és az előrejelezhetőség. Kérem szépen, ez nem statisztika. Nem szükségesek állatkísérletek, Hammer doktor soha nem végzett állatkísérleteket. Nagy tisztelője volt az állatoknak természetesen. Csupán az embriológiára támaszkodik, és az öt természettörvényre. A legjobb megelőzés tehát érzelmileg megoldani a Dirkheimer szindrómát, és ha minden nap békével fogom lezárni a napjaimat, akkor nem fogok tovább szenvedni tudományosan.